Sziasztok, Szöcsi vagyok, és ez itt a GFF. Igazándiból most nem egy játékot fogok bemutatni, hanem néhány úgymond megválaszolatlan kérdésre fogok választ adni. A videó minőségért nagyon-nagyon sok bocsánatot kérek, továbbra is ugyanazt tudom mondani, hogy kacatna jön a webkamerám, és nem sokára lesz egy kis fizetés, akkor majd mindenképpen le fogom cserélni egy sokkal jobbra. Csak ez most így nagyon hirtelen kellett vennem, mert az előző totál tönkre ment. Pedig, hát annak is hasonló volt a felbontása, mint ennek. Talán egy kicsit még gagyibb is volt, nem vagyok benne biztos. De annál legalább volt egy kis rek gomb, és az 100-szor jobb volt. Igazándiból most kaptam kérdéseket Tina Börgyek is től, akinek a blogját majd itt a videó alatt lehet majd látni. És hát első nekifutásra, hogy végigolvastam a kérdéseket, nem tudom, nekem valahogy most is folyamatmód olvasom, most is, nem tudom, tehát azért van egy-két kérdés, amit nem nagyon tudok hova tenni. Tehát első kérdés, hogyan jellemeznéd magad 5 szóban? Igazándiból nem tudok magamról 5 szóban jellemzést adni, tehát 2-vel se. Ez a fura, tehát igazándiból elnézést kérek erre, igazándiból nem tudok választ adni. Honnan jött ez a videókészítés? Hát ez egész egyszerű, elkezdtem YouTube-ot nézni, és egyik-másik ismerősöm ajánlott jó néhány ilyen csatornát, akik ugyanígy dolgoznak. És elkezdtem nézni, és hát mondtam, hogy basszus, hát ez milyen jó pofa lenne, úgyis nagy a pofám, hát szeretek mesélni. És hát akkor megpróbálom, hogy igazándiból mit lehet kihozni belőle, úgy voltam, hogy hát valami biztos lesz. Hát maximum nem fog nézni senki, meg mindenki azt mondja, hogy hát nézze, inkább hagyd abba. Aztán hát nem tudom, igazándiból nem sokára 40 feliratkozónál tartok, amit nagyon-nagyon köszönök. Szerintem relatíve elég kevés videó elérésével, úgyhogy én ezt a 40 feliratkozót, hát én nem is hittem volna, hogy ennyi lesz. Tehát én azt hittem, hogy egy ilyen 2-3-nál megállok, és akkor pont. Aztán ki tudja, lehet egyszer lesz több, nem tudom. Úgyhogy igazából innen jött ez a videózás ötlet, hogy nekiálltam és nézelődtem YouTube-on, és gondoltam egyet. Azt mondja, hogy melyik a kedvenc játékod, ha van és miért? Igazándiból egy örök kedvencem van, a Final Fantasy 7, amit egyszerűen nem lehet überelni. Tehát nem tudnak olyan játékot kiadni mostanában, amire azt tudnám mondani, hogy az jobb, mint a Final Fantasy 7. Tehát én mindig ahhoz viszonyítottam. A játék maga elég kacat, tehát igazándiból egy 97-es japán játékról beszélünk, ahol még igazándiból csak polifonikus, nem, MIDI zene szólt. Tehát még nem is volt semmi több. Viszont a játéknak a története, a kialakítása egyszerűen fantasztikus lett. Olyan szinten le tudja kötni körülbelül a legjobb játékosokat is egy olyan 100-150 órán keresztül, hogy az valami hihetetlen. Tehát egy idő után már az ember azon van, hogy még erősebbek legyenek a cuccok, még több varázslatunk legyen, mit tudom én, tehát hihetetlenül megpróbálták megcsinálni a játékot, és belegondolva a régebbi játékok sokkal jobbak voltak, mint a maiak, mert ha belegondolunk mondjuk egy 2009 utáni játék már nem tud annyira lekötni, mint mondjuk egy 2000 négyes. Tehát, hogy abba tettek olyan csavarokat, amire azt mondjuk, hogy még igen, tehát volt ilyen is, mint például látjuk a Call of Duty 2. Amire azt tudom mondani, hogy basszus, és mondom 10 embernek, és 10 ember ugyanúgy tudja, hogy a Call of Duty 2 hogy nézett ki, hogy mit kellett csinálni, melyik fegyver volt az, ami erős volt, és mondjuk mondok egy Super Mario-t, nézzük meg, Super Mario, hát mekkora neve lett a világon, és azt a szériát soha nem hagyják abba, legalábbis szerintem, és mondjuk nézzünk meg egy ilyen, nem is tudom, egy 2010 környéki játékot, hát tehát, hogy nem vagyok egy olyan hatalmas játékmániás, tehát én szeretek videót csinálni, de nem tudok visszaemlékezni egy játékra, amit elkezdtem, igazándiból majd itt a videó alatt, mikor eszembe jut, úgyis ki fogom írni a játéknak a nevét, hogy egyszerűen csak itt így
meg lesz itt valahol, itt lesz ez a kis csíkom. Igazán nem emlékszem a játék nevére, fogalmam nincs. Viszont azt tudom, hogy kezdésnek bitang jó volt a játék, és meguntam. Kacat lett, egyszerűen tök monotonná válnak mostanában a játékok, hogy ide mész, ezt ölöd meg, pálya vége, csumpi. A Final Fantasy-t azért szerettem, mert ide mentél, eljöttél ide, innen föl kellett menned ide, itt volt egy kulcs, amit hogyha ide visszahoztál, akkor itt kaptál belőle egy relikviát, amit itt föl tudtál használni harc közben, viszont utána átjöttél vissza valahova ide, és soha nem volt játéknak vége. Konkrétan, amikor Sephirothot megölöd, akkor oké, befejeződik a játék, de nem 100%-osan. Nem hallottam még senkit, aki képes volt 100%-osan befejezni. Jó, persze videókat láttam, de nem hallottam még emberről, aki 100%-osan képes volt. Manapság meg, mit tudom én, a Call of Duty-nak a Modern Warfare 2 vagy 3 volt, nem is tudom, hogy másfél nap alatt kijátszottam. És akkor most mit csinálják vele? Kijátszottam, letörődtem a gépről, és... És akkor ennyi volt. A Final Fantasy-t meg mennyi? 2-3 héten keresztül folyamatosan, de nap elejétől nap végéig. Tehát amikor munkanélküli voltam, akkor én nekirugaszkodtam, és reggeltől estig, de mint a bolond, és szedtem össze mindent, amit tudtam. Tény és való, hogy belefektettem, nem is tudom, hát így... Hát 2 hét alatt istentelen mennyiségű órát, tehát ott a jobb alsó sarokban ott volt egy ilyen kis számláló, és azt akkor mutatta, hogyha megnyitottuk a menüt, hogy eddig mennyit játszottunk, meg mennyi pénzünk volt, meg mit tudom én. Istentelen mennyiségű időt beleköltöttem én abba a játékból, rengeteg patchet töltöttem le hozzá, nagyon sok magyarosítás félét kerestem hozzá, tehát úgy igazán minden van. Hány követőd van? Jelen pillanatban büszkélkedek 38 követővel. Nem sok, tudom, tehát még annyira az elején vagyok, hogy ez valami hihetetlen, viszont már ennek a 38 követőnek is rettentő mód tudok örülni. Azt mondja, hogy vannak olyan játékok, amiket úgy tanácsolnak, hogy próbáld ki? Persze, természetesen van. A Rage Game-ek, ugye osztálytársaktól régebbi barátok, akik mondják, hogy tény és való, hogy látszik, hogy mikor van itthon anyuka, akkor ugye nem tudok káromkodni, akkor jönnek a grimaszok, fintorok, meg lehet látni ugye az Unfair Platformer, hogy akkor nem volt itthon senki, tehát akkor nyugodtan tudtam nekiállni dolgozni, és igazándiból szíthattam, mint a bokrot. Akkor ugyanez volt a Scary Game-nél is, szintúgy itt van. Ugyanígy voltam a Scary Game-eknél is, hogy ismételten ajánlották, hogy fú, Jeff the Killer, próbáld ki meg, mit tudom én, most is lesz, tehát még nagy valószínűséggel a ma este folyamán, hogy milyen lesz, nem tudom, tehát most is egymagam vagyok, tehát majd elválik. Azt mondja, mennyi időd megy el felkészülni és elkészíteni egy videót pontosan? Másodpercre pontosan annyi idő ment el régebben, mikor még az előző alaplapomat használtam, mint amennyit ti a videóban láttatok. Tehát abban nem igazán voltak vágások, abban azt én ott leültem. És sziasztok, Zecsi vagyok, és ez itt a GFF, és elkezdtem mondani. És így buciból jött valami, amit úgy éreztem, hogy fú, hát ez tényleg, ez vicces, akkor tudtam saját magamon röhögni, akkor azt tudtam mondani, hogy na, ez mehet YouTube-ra. De amikor úgy néztem a videót, hát ezt nem hiszem, hát ezt nem, fogtam, töröltem a videót, elkezdtem újra, persze, hogy már nem akkora átéléssel, tehát azért ugye az első videóimnál, a legelsőnél, a Transformers-eknél úgy lehet látni, hogy abszolút nem volt átélés, azokat még frepszel végeztem, tehát azoknál vágási idő sem volt semmi, tehát azt úgy elfölt lenyomva a kész, és ment a videó, ennyit, nem tudtam más csinálni, viszont ott meg az volt a problémám, hogy mivel volt egy 500 gigás Winchesterem, amennyi ráfér, és akkor adjunk az érzésnek, te mi vagy, ja, laptop töltő, azt mondja, hogy 7. kérdés, ugye, mert az elsőre nem tudtam választani. Igen. 7. kérdés. Visszanézed, amit csinálsz? Az előbb válaszoltam rá. Nem furcsa, ha visszanézed magad? Nem.
Nem. Egy dolgozatnál sem gáz, hogyha visszaellenőrzöd. Kicsit sem. Szerintem nem. Például Úristen, ezt tényleg én mondtam, vagy nem így kellett volna fogalmazni. Igen. Igen. Ez az egyik deadlightos videómnál fordult elő, hogy egy kegyetlenül nagy részt kellett kétszer újra vennem. Hát mennyi volt egy magabiztos órás videóm, azt így kellett a kukába dobnom, mert tudtam benne olyat mondani, ami miatt nem kerülhetett volna fel a YouTube-ra. Tehát, akkor már úgy nagyon csúnyán el volt szakítva a húr, és újra kellett forgatnom az egészet, mert már korlátozni kellett volna azt, hogy kik láthassák, meg ilyenek. Tehát mondjuk egy Rage Game-nél azt mondom, hogy nem korlátolom be, mert számít rá az ember, de amikor csak egy ilyen egyszerűbb tinglit-angli játéknál, jó, nem igazán nevezni vannak, amikor egy ilyen játéknál elkezd olyan szinten káromkodni az ember, akkor az már nem. Tehát az úgy nem. Volt úgy, hogy egy videót többször vettél, felválaszoltam a kérdésre, igen, volt. És csinálsz-e Baki parádés videót? Ez volt az utolsó kérdés. Csinálok-e Baki parádés videót? Nem. Nem, nem, tehát egyszer igazándiból ajánlották, mikor próbálkoztunk multizni a No More Room in Hell-lel, hogy nem tudtam kulturáltan kimondani, hogy No More Room in Hell, hanem mindig azt mondtam, hogy No More Hell in Room. És akkor volt egy cimbora, aki ajánlotta, hogy fú, hát zé, csinálja Baki parádés videót. Igazándiból egyszer megpróbáltam, és utána visszanézve egyszerűen égett a pofám, tehát hogy atya úristen, ez nagyon gáz volt, hogy az ilyen apróságokat mindig összeszedtem, és akkor fú, nem, ezt nem hiszem el, hát ezt nem fogom fölrakni. Tehát a Baki parádés videó, azt mondom, hogy az egy olyan ötlet, amire azt mondom, hogy egy feltétellel, amikor meg lesz az 1000 feliratkozó, akkor eskü. Az eddigi összest, minden, mert le van mentve Winchesterre minden eddigi videó. Természetesen letömörítve, átkonvertálva, mit tudom én, tehát összesen nem foglalnak-e 35 gigát. Egy 200 gigás Winchesteren, tehát azért még van helyen bőven. Ha elérek egy 1000 feliratkozót, vagy a környékét, akkor azt mondom, hogy jó, legyen, oké, egy. Egy, akkor már úgy azt érezni fogom, hogy lehet, hogy akkor már lényegesen viccesebb leszek, lehet, hogy lényegesen jobb fajta videókat fogok csinálni. Nem tudom igazándiból, hogy most mi legyen. Jött még néhány kérdés, ezeket is nagyon szívesen felolvasnám, mint például olyan, hogy 1080x60-as videók lesznek-e. Hát igazándiból próbálkoztam vele, nagyon-nagyon szívesen megpróbáltam volna, viszont nincs rá lehetőségem, tehát a webkamerám miatt nincs még. Aztán hát igazándiból, hogy a gép elbírja-e, nem tudom, de azért most is tudok olyan játékokkal játszani, mint például nekiálltam Dying Light-ozni, hogy igazándiból a felvétellel is problémáim vannak, tehát hogy nekiállok játszani, és nem igazán találok benne olyan részt, amire azt tudnám mondani, hogy jó, ez menjen YouTube-ra. Itt elnézést a nem ír magával a címre. Na mindegy, így jobb. Na, tehát nem igazán találok benne se olyan részt, amit azt mondanám, hogy fölvehetném, mert annyira pancser vagyok benne. Viccesnek nem vagyok vicces, igazándiból, mint egy kocka, tehát hogy bénázom jobbra-balra, és na. Azt nem. Ráadásul a frame-szem is, hát az valami kegyetlen szar. Tehát te kiálltam 1080-ban videózni, és ilyen 15-ös FPS-sel futott az egész, hát mondtam, hogy azt most már ilyen gép mellett nem fogom kiadni a kezemből, levettem 720-ra, és igazándiból továbbra is ugyanúgy vagyok, hogy ilyen 25-30-as FPS, és az is úgy, hogyha tölt, akkor és indul tovább. Tehát azt úgy mondtam, hogy azt akkor inkább kihagynám. Megpróbálom, 480-ban nem fogok most már videót feltölteni semmiről,
Tehát a legbrutálisabb játékok is, hogyha nem viseli el legalább a 720-at, akkor nem. Tehát fogok még erősebb dolgokat venni a gépembe, szeretném úgymond fejleszteni a csatornám, hogy sokkal szebb legyen a kamera, még erősebb legyen a gép, esetleg hirdetésekkel fogok próbálkozni, remélhetőleg össze fog jönni. Aztán, hát nem tudom, tehát igazándiból jelenleg itt tartunk. Volt egy-két olyan videóm, ami tényleg ilyen volt, mint ez, hogy ilyen webkamerával próbálkozunk valamit, vagy telefonnal, ugye a segítségkérős izé-bizé, meg a bemutatkozás, hát azóta, hál' Istennek, most már ideférek rendesen, a gépet sikerült kulturáltan összeraknom, úgyhogy hát szerintem azért ez a videók minőségében azért lényegesen észrevehetőbbek, mert egy az, hogy újra elkezdtem, tehát volt az a 3 hét leállás, és hát igazándiból az kínszenvedés volt, hogy így ültem, és nincs kész a gép. Miért nincs kész a gép? Valakit megütök. Tehát akkor cigi-cigi hátán volt, hogy nincs kész a gép, nem tudok mit csinálni magammal. Ültem, néztem ki a fejemből, nem volt kedvem tévézni, mert nem volt benne semmi érdekes. Lent a városban nem volt semmi, tehát akkor igazándiból ültem és vártam, hogy újra nekiállhassak, hogy basszus, végre tudok videózni. Ezt a kérdést is megkaptam, hogy mennyire változtatta meg a videózása a hétköznapjaimat, hogy azért néhány ember észrevette, hogy próbálok úgymond elég sok időt belefektetni, hogy legyen legalább heti 2-3 videó minimum, mert azért az sem egy egyszerű dolog, mert belegondolva azért egy videózáshoz kell egy olyan környezetet, hogy egy Squid Game-nél ne legyen itthon senki. Tehát akkor viszont suli után rögtön. Tehát akkor meg, hogy ne legyek fáradt, ne legyek ideges, ne legyek ingerült, hogy ne azzal kezdjem, hogy már most elegem van, már most tudom, hogy mit tudom én, nem. Tehát ilyen videót nem akarok. Tehát hogyha nincsen meg a környezetem, akkor igazán buktam az egészet, hogy finoman fejezzem ki magam. Meg hát igen, tehát igazándiból ezt nem tudom nagyon ragozni. Dadoguk itt jobbra-balra most már lassan-lassan, mert megváltoztatta az életem. Igen, most már úgymond így, hogy hozzászoktam, szeretek videózni, mert látom, hogy van valami eredmény, hogy oda jönnek a haverok, hogy fú, ez mekkora volt, és a világból kirögtelek, komolyan mondom, és nekem mindig ez volt a cél, hogy ha jó kedvet tudok valakinek az arcára varázsolni, az egy rohadt pozitív dolog. Úgyhogy igazándiból ezért van ez a csatorna. Tehát én nekem nem lesz ez ilyen tech csatornám, meg mit tudom, nem. Nekem ez arra megy, hogy vagy poén legyen, vagy ha nem is poén, akkor legalább lássátok, hogy néz ki, hogyan kell játszani, mit kell csinálni, mi az, ami esetleg olyan, hogy bonyolultabb. Tehát én igazándiból bemutatásképpen kezdtem el itt a videózást. És most meg odáig jutottam, hogy próbálom viccesre csinálni, próbálom poénra venni az egészet. Hát aztán a franc tudja, hogy mi lesz. Lehet, hogy lesznek komolyabb játékok, nem biztos. Majd elválik. Köszönöm szépen, hogyha megnéztetek. Igazándiból semmi több mondani való nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek a videómat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott, nagyon nagy segítség voltatok, így egy hatalmas vállomveregetés, hogy látom, hogy van értelme csinálnom, tehát mondjuk egy ilyen, mit tudom én, 5 feliratkozom lenne 50 videó után is, akkor mondanám, hogy hát akkor hagyjuk. De így, hogy már majdnem 40-en vagyunk, tehát nem sok, de nekem ez már egy vállomveregetés volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok nekem, nagyon szépen köszönöm, hogyha végignézitek, és ennyi. Tehát köszönöm szépen. Remélem legközelebb is itt lesztek velem, ami nem sokára el fog jönni. Úgyhogy köszönöm, hogy végignéztetek. Sziasztok!